Köszöntöm a Déli Báb TV nézőit, a Magyar Tollaslabda Szövetség elnökével, Kapitány Péterrel van lehetőségem Kiskunfélegyházán egy gyerektábor egyik napján beszélgetni. Köszöntelek! Én is köszöntöm a nézőket és a hallgatókat. Most ugye az olimpia kapcsán azért minden szem Párizsra szegeződik. Van-e ott valamiféle érdekeltségünk, mondjuk tollaslabda szintjén? Tollaslabda szintjén most nem sikerült játékos küldenünk. A korábbi években Tokióba is, illetve az összes többi olimpián sikerült egy lánynak, illetve Tokióba egy férfinak is kvalifikálnia magát. Most éppen csak lecsúszott a Sándorházi Vivien játékosunk a kvóta szerzésről. Ő volt az első a várólistán, tehát bármikor bekerülhetett volna, az utolsó pillanatig izgultunk érte, de sajnos nem sikerült. Így most minden erőnkkel azon vagyunk, hogy Los Angelesbe a következő négy év múlva lévő olimpiára ki tudjon jutni. Az elmúlt 30 évből van-e olyan név, akit meg lehetne említeni, hogy például ő komoly eredményt ért el? Igazából azt tudom mondani, hogy a világszinten egy jó középmezőn képviselünk most Magyarországon. Itt az olimpiára jellemzően olyan játékosok jutnak ki, akik a világ élvonalába tartoznak. Tehát itt azt kell érteni, hogy a világ legjobb 30, illetve 50 játékosa jut ki, azon a szinten még nem vagyunk. Amit ki tudok emelni, az, hogy egy férfi játékosunk is ugye volt a Tokióba, illetve egy női játékosunk, illetve Laura volt, aki egyedül meg tudta ezt ismételni, tehát ő két olimpián is szerepelt, ő kint volt Rióban is, Tokióban is, a Sárosi Laura. Foglalkozol-e utánpótlás képzéssel? Utánpótlás képzéssel jelenleg országos szinten tudok foglalkozni, tehát én edzéseket nem tartok, de országos szinten, ugye mint az elnök, úgy próbálom irányítani, támogatni, segíteni az utánpótlás képzést. Nagyon-nagyon fontos a tollaslabdában is, mint minden más sportágban az utánpótlás képzés. Ugye a kicsikből lesznek a nagyok, tehát mi is ők közülük tudjuk kiválasztani a következő olimpikonunkat, vagy a következő tehetséget, úgyhogy óriási hangsúlyt fektetünk erre. Kikből lesznek a jó játékosok? Milyen alkat kell hozzá? Alapvetően milyen képességek kell, hogy meglegyenek ahhoz, hogy valakit bátran elindítani ezen a pályán? Alapvető képességekre van szükség. Nyilván, hogyha valaki a korosztályában erősebb vagy gyorsabb, akár fejben, akár fizikálisan, az mindenképpen hasznos, de ugyanazt tudom mondani, hogy minden más sportágban. Előny az elején mindenképpen előny, hogyha van egy kis tehetsége hozzá, van egy kis húzalma hozzá, de mindenképpen a kitartás minden sportágban, minden versenysportágban szükséges. Miket fejleszt a tollaslabda? Ugye a beszélgetés vége felé próbálok arra rátérni, hogy miért jár jól az, aki sportol és ezt a sportot is űzi? Azért jár jól, mert mind szellemileg, mind fizikailag tudja őt fejleszteni. Ugye a tollaslabda nagyon gyors játék, a profi szinten is, illetve amatőr szinten is nagyon gyors játék, tehát nagyon gyors gondolkozásra készteti a játékosokat, illetve fizikailag, mivel gyorsan kell mozogni, ezért jó kondi is kell hozzá, tehát hogy nagyon jó állóképességet fejleszt, gyorsaságot fejleszt, és fejbe is nagyon gyorsan tudnak gondolkodni a játékosok. Hogyha nagyon extrém esetben milyen hosszú tud lenni egy küzdelem, tehát két játékos között? Igen, ugye 2x21 pontig játszunk, tehát két nyert szettig játszunk. Ez, ha nagyon egyoldalú a mérkőzés, akkor általában egy 4 óra 20 perc alatt lemegy. Ha forma-forma játékosok, tehát hogyha azon hasonló tudásúak vannak, akkor akár egy, de nem ritkán, de előfordul az egy másfél órás küzdelem is. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.